Önök az M-Plane Televízió hétfő esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Már is mutatjuk főbb híreinket. Nemzeti gyásznap, az aradi vértanúkra emlékeztek Zemplén több településén. Dán-magyar mezőgazdasági kapcsolatok továbbfejlesztéséről egyeztettek Sátoraljaújhelyen. Ültes jövőt Sárospatakon, facsemetéket vehettek át az általános iskolák. Az aradi vértanúk mártírjainak tiszteletére Széphalomban Kazinczy Lajos mellszobránál szervezett megemlékezést a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozata és Sátoraljaújhely város önkormányzata. Az ünnepi műsor szónoka Patrubányi Miklós a Magyarok Világszövetségének elnöke volt, aki beszédében kiemelte, az aradi tisztek kivégzése egy vérzivataros 150 évet vetített előre, amikor számos aradhoz hasonló megpróbáltatás érte a magyar népet. Hallgasson el minden szenvedély! Búszél arad felől, csak teregély! Búszél arad felől, csak teregély! Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett tisztek emléke nemzeti gyásznap Magyarországon. A 164 évvel ezelőtt mártír halált halt 14. vértanúként is emlegetett Kazinczy Lajos mellszobránál szervezett emlékünnepséget a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozata és Sátoraljaújhely város önkormányzata. A megemlékezés vendégszónoka Patrubányi Miklós, a Világszövetség elnöke volt, aki emlékbeszédében kiemelte, Arad Magyarország történetének vérzivataros 150 esztendejének előhírnöke is volt, így minden magyar embernek tisztelni kell emlékét. Mindenféle szabadosságig elmenő elveket hirdető csoport azt hirdeti, jó, hát eltelt 150 esztendő, most már szabad sörre kocsintani, nem. Így alakul a magyar nemzet arcéle. Magyar az, aki nem kocint sörre. Persze mondhatnám azt is, hogy magyar az, akinek fáj Trianon. Mert Trianon már benne volt az aradi végkifejletbe. Ahogy mai emlékbeszédemben is említettem, egy vérzivatoros 150 évet vetített előre Arad október 6-ája. A Széphalomba szervezett emlékműsorban a Jókai Mór Általános Iskola drámaszakkörös diákjai és az Intervox női kar közreműködött. A megjelent pártok, civil szervezetek és intézmények Kazinczy Lajos szobránál helyezték el a kegyelet virágait. Nemzeti ünnepünk alkalmából tartottak megemlékezést Sárospatakon az iskolakertben. Az aradi vértanúk emlékére Szabányi Attila, valamint a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanulói adtak műsort. A város önkormányzatának képviseletében Darmos István köszöntötte a jelenlévőket, valamint Bordás István mondott emlékező beszédet. Az esemény zárásaként a város vezetése, valamint az intézmények, iskolák képviselői lerúgták tiszteletüket egy-egy koszorúval. Ünnepi műsorra emlékeztek Sárospatakon az aradi vértanúk emléknapjára Kazinczy Lajos honvédtábornok szobránál az iskolakertben. A megemlékezést Darmos István köszöntője, valamint Baccsányi János biztatás című verse nyitotta meg Szabányi Attila előadásában. Az aradi vértanúkról ünnepi megemlékezést tartott a Sárospataki képtár igazgatója. Életük során cselekedtek jót is, rosszat is egyaránt. Végső döntésükkel azonban mindannyian az emberi tisztesség legszebb példáját adták. Ez az a példa, amit ma meg kell köszönnünk nekik. Ha pedig a magyar nemzetben gondolkodunk, azt, hogy életükkel és halálukkal mind beletettek egy-egy fontos téglát abba az épületbe, amit ma magyar nemzetnek hívunk. Mondhatjuk, itt-ott málik a vakolat. A tető kicsit elvásott, de a falak állnak. Szilárdak most is, mint a 20. század legszörnyűbb vérzivataros évtizedeiben. A szabadságharc során sokan váltak hőssé, akiknek bátorsága követendő példa minden magyar számára. Az idő múlásával sok minden változik, de a hősök emlékezete örök marad. Itt-ott málik a vakolat. A tető kicsit elvásott, de a falak állnak.
szilárdak most is, mint a 20. század legszörnyűbb vízivataros évtizedeiben. Ha pedig a nemzeten túlra, az örök emberi értékekre nézünk, akkor pedig a felelősségvállalás és a helytállás olyan példái ők, amelyet bátran állíthatunk mindenkor a jövő generációi elé. A Magyar Szabadságharc hősei előtt tisztelegve Sárospatak város önkormányzata, intézményei és iskolái is elhozták koszorúikat Kazinczy Lajos szobrához. Az emlékezés fontosságát, a hagyományok tiszteletét az idősebb nemzedékeknek kell megtanítania a fiatalabbak számára. Az október 6-ai ünnepségek célja, hogy együtt emlékezzünk és tovább örökítsük az ősök által ránk hagyott értékeket. Egy dán agrár alapítvány szakemberei, dániai mezőgazdasági vállalkozók és pedagógusok látogattak el a Szepsilackó Máté mezőgazdasági szakképzőiskolába. Látogatásuk célja az volt, hogy megtapasztalják, milyen a magyarországi mezőgazdasági szakemberképzés. Dániában munkaerőhiánnyal küzdenek a mezőgazdasági vállalkozások, és szívesen fogadják a magyar agrár szakképesítéssel rendelkező fiatalokat. Szaktantárgyi órákra is beültek azok a dán agrár szakemberek, akik a napokban jártak Sátoraljaújhelyen a Szepsilackó Máté mezőgazdasági szakközépiskolában. Az AgriNord küldöttei dániai mezőgazdasági vállalkozók és pedagógusok, akik szerették volna megtudni, milyen a magyarországi mezőgazdasági középiskolai képzés. Látogatásuk célja egy kapcsolatfelvétel, amely dán és magyar iskolák és vállalkozások között alakulhat ki. A diákok megismerkedhetnek, illetve a kollégák megismerkedhetnek olyan csúcstechnológiával, amit mondjuk jelenleg hazánkban nagyon kevés helyen találhatunk meg. Illetve a másik lehetőség, ami az iskolánk számára egy ilyen kitörési pontot jelenthet, az az, hogy a Leonardo programon belül a diákoknak 3 vagy 4 hetes gyakorlati helyeket tudunk szerezni. A dán delegáció ellátogatott Szerencsre, Sárospatakra, az ott működő mezőgazdasági vállalkozásokat tekintették meg. Szerették volna látni, hazánkban milyen módszerekkel folyik az állattenyésztés, ezen belül a tejtermelés, de kíváncsiak voltak az iskolában folyó szakmai munkákra is. A dán szakemberek igen nyitottak az együttes munkára, és szívesen fogadnának Sátoraljaújhelyi diákokat hazájukban szakmai tanulmányutakra. Az AgriNord alapítvány Dániában segíti azt, hogy a mezőgazdasági képzésben tanuló diákoknak gyakorlati helyet találjunk. Ide is több dán vállalkozóval érkeztem, iskolai kapcsolatokat keresünk. A fejlett mezőgazdasági eszközök mellett nagy probléma Dániában a munkaerőhiány. A dán vállalkozók így előrevetítették azt is, hogy azok a diákok, akik a szakmai tanulmányutak során jól teljesítenek, akár állást is kaphatnak náluk. Azt szeretnék elérni, hogy a jövőben bátorítani tudjuk a gyerekeket, akiknek esetleg nincs munkájuk, érettségi vagy technikus vizsga letétele után, hogy bátrabban kimehetnének esetleg munkát vállalni egy pár évre. A dán szakemberek úgy látják, a magyar fiatalok igen jó munkaerők lehetnének, szakmai tudásuk megfelelő. Egyetlen területen van lemaradásuk, ez pedig a nyelvtudás, amely igen megnehezíti a boldogulásukat és a külföldi munkavállalást is. Katolikus megújulás Észak-Kelet-Magyarországon címmel rendeztek országos művelődéstörténeti konferenciát a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából. A kétnapos eseményt a Sárospataki Római Katolikus Egyház, az Egyházi Gyűjtemény és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma szervezte. Előadások, kiállítás és kirándulás színesítette a programot. A konferencia nyitó eseményét dr. Ternyák Csaba egri érsek is megtisztelte jelenlétével. Tégy mindent Isten nagyobb dicsőségére. Loyolai Szent Ignác e gondolata köré szerveződött a kétnapos művelődéstörténeti konferencia, melyhez a helyi plébánia Partnerséget építünk című nyertes Európai Uniós pályázata biztosította az anyagi forrást. Kecskés Attila plébános a megnyitón kiemelte, jelentős szellemi-lelki hagyatékra tekintett vissza mindenki ezen a napon. A rendnek a jelenléte, a működése nagyon sokat hozott. Részben az újjászerveződés az egyházközségnek a 17. század második felében, a háromnyelvű hívek szolgálata a jezsuita atyák által, plébániaház iskola létrehozása,
a szeplőtelen fogantatás tiszteletének meggyökeresztetése. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Ternyák Csaba egri érsek, aki azt mondta, örömmel jött a konferenciára, hiszen Sárospatak régóta fontos helyet foglal el a szívében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy szükség van az ökumenikus nyitottságra. Éppen az intellektuális becsületünk azt kívánja, hogyha egyszer tágasak vagyunk, akkor a protestáns testvéreinkre is ezzel az ökumenikus nyitottsággal kell néznünk, amelyik Ferenc pápára is olyannyira jellemző, de már az elődeire is. Péforrai Tamás jezsuita provinciális köszöntő beszédében a közös keresztény feladatvállalást jelölte meg irányként. Szerinte csak ez segít abban, hogy a jövőbe tekintsünk. Ez az itteni történet, amiről szól mai konferencia, de azt gondolom, hogy az egész életünk, a személyes életünk, a közösségi életünk, közös kereszténységnek a élete arról szól, hogy képes-e egy kereszténység, képes-e minden közösség így megújulni. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma adott otthont a konferenciának. Dr. Tamás Edit az intézmény igazgatója úgy fogalmazott, hogy két szó jut eszébe a jezsuita rend sárospataki jelenlétéről, hagyomány és megújulás. A mai konferencia is mind témájában, mind az itt elhangzó előadásaiban arra mutat majd rá, ahhoz segít majd minket, hogy ezt a megújuló, sokoldalúan értékelhető és a történettudomány által mindinkább árnyalataiban feltárt századról minél többet megtudjunk. A konferenciát Ervárkonyi Ágnes előadása nyitotta meg, aki három időmetszetben beszélt arról, hogyan gondolták a 17.-18. Században a katolikus megújulást. A nap folyamán további előadásokat hallhattak az érdeklődők a szerzetesség szerepéről, a jezsuiták gyógyító tevékenységéről, a görög katolikusok és a jezsuiták kapcsolatáról és az iskoladrámákról. A nap végén kiállítás nyílt az egri egyházmegyében fellelhető jezsuita emlékekből. Az egészséges életmódra nevelés és a környezettudatosság erősítése volt a célja az Ültess Jövőt címet viselő programnak Sárospatakon, melyet az újonnan alakult Sárospataki Plasztik Kulturális Szabadidő és Sportegyesület szervezett. A szórakoztató programon facsemetéket nyerhettek a résztvevők, amelyeket a város valamennyi alapfokú oktatási intézményének átadtak. Az újonnan alakult Sárospataki Plasztik Kulturális Szabadidő és Sportegyesület hagyományteremtő szándékkal szervezett Ültess Jövőt című programjának díjátadóját rendezték meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. A rendezvényen nem csak az ügyességi verseny, kreatív kuckó és látványos színpadi produkciók voltak, hanem a régi idők akadályversenyére is sor került. A versenyen 6 kategóriában hirdettek nyertest. Az akadályversenyben 6 kategóriát hirdettünk, ebből minden kategóriában az első helyezett megnyerte annak a lehetőségét, hogy egy fát adományozzon az általa megnevezett Sárospataki Alapfokú Oktatási Intézményeknek, óvodáknak, iskoláknak, és erre a díjátadóra érkeztünk most ide. Az intézmények igazgatói nagyon örültek a kezdeményezésnek, és szívesen támogatják az egyesületet. Minden olyan civil kezdeményezést támogatok, ahol a szabadidő és a sport tevékenységet reklámozzák, és olyan foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, ami az ő adott korosztályuknak a legjobban megfelel. Az egyesületek a munkáját azt természetesen támogatjuk és tisztelettel fogadjuk. A fát azt nagyon szépen köszönjük, és annál is inkább örülünk neki, mert ökoiskola vagyunk, és minden hasonló kezdeményezés a szívből támogatunk. A Szent Erzsébet katolikus iskola tanulója nagyon örült a lehetőségnek, hogy hozzájárulhatott az iskolája szebbétételéhez. Nagyon örültem neki, és azért is, hogy olyan az iskolának odaadhatom ezt a fát, a szebb jövőért. Az intézmény igazgatója elmondása szerint nagyon örült a hírnek, hogy egy tanulójuk az iskolának ajánlotta fel a tulajfát. Nagyon jó ötletnek tartom, és nagyon nagy örömmel fogadtam, amikor a tanítványunk Barbara azzal az örömhírrel jött, hogy a mi iskolánknak ajánlja fel azt a tuját, amit ő nyert ezen a hétvégi programon. A 6 tulajfa valamennyi intézményben főhelyre került. Amíg a Dézsában elférnek, az aulákat díszítik majd, azután pedig a szabadba ültetik ki őket.
A váré és a házi pálinkáé volt a főszerep Fűzéren. A fűzéri vár turisztikai fogadóképességének javítása a célja a most kezdődő mintegy 550 millió forintos beruházásnak. Egy ünnepélyes időkapszula elhelyezésével indult a projekt, melynek keretében az erőd alsó várát rekonstruálják. Emellett a településen idén már negyedszer ünnepelték szabad pálinka nappal azt, hogy a magyar állam engedélyezte a házi pálinka főzést. A rendezvényen bemutatkoztak pálinka műhelyek, termékversenyek zajlottak, de a gasztronómia is szerepet kapott. Ma még csak fal részletek látszanak a fűzéri erőd alsó várában, azonban hamarosan elindul az építkezés. Új fogadóépület is készül, és a látogatók felvonó hidas kapun léphetnek be az erődbe. Az alsó várunk helyreállítása és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések fogják szolgálni a teljes felső vár gyakorlatilag logisztikai rendszerét, hogy itt úgy tudjuk fogadni a látogatókat, olyan programokat tudjunk szervezni, amelyek szinte egész évben ki fogják tölteni a várnak a programját, és életet hoznak a várba. A beruházás nem csak a turizmus, hanem a munkahely teremtés szempontjából is jelentős Fűzérnek és a térségnek. A vár felújítása nem csak az értékek megőrzése miatt példamutató és fontos, hanem a turizmus munkahelyteremtő lehetősége is egy komoly motiváció ebben, hiszen a vendég munkahelyet ad. Tavasszal elkezdődik az erőd felső részének részleges felújítása is. A két beruházásnak köszönhetően a felső magyarországi várak közül a fűzéri lesz az egyik, amely közel eredeti formájában fogadja majd a látogatókat. A fűzéri vár bizony számottevően már idáig is nagyon sok turistát vonzott az éveken keresztül, és most ez a szám meg fog többszöröződni. Reméljük azt, hogy Tokajtól Fűzérig, Zemplénben sok ezer, százezer turista fog érkezni. Amíg a délelőtt a váré, addig a délután a házi pálinkái volt a főszerep Fűzéren. A szabad pálinka főzést ünnepelték a településen. A hegy közben egyre többen választják a gyümölcsfeldolgozás egyik módjaként a pálinka készítést, ráadásul a finom italok egyre népszerűbbek. A Szilvában főzünk pálinkát, bírsalmat, hát nem nagy mennyiségeket, olyan 40-50 litereket, de szeretik mind a két fajtát, én kimondottan a bírsat jobban. A finom italok mellett a gasztronómia is szerepet kapott a rendezvényen. A helyi intézmények és szervezetek saját készítésű ételeiket kínálták, a háziasszonyok pedig szörpökkel, lekvárokkal, süteményekkel nevezhettek a helyi termékversenyre. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Nemzeti gyásznap, az aradi vértanúkra emlékeztek Zemplén több településén. Dán-magyar mezőgazdasági kapcsolatok továbbfejlesztéséről egyeztettek Sátoraljaújhelyen. Ültes jövőt Sárospatakon, facsemetéket vehettek át az általános iskolák. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon is, ha pedig véleményük, kérdésük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címen, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!